illetve ez nem igaz, a negyedik meccse egészen pontosan. Kapott már néhány percet a vezetőedzőtől, Prosser pedig mehet, és akár eldönteti a meccset, de Banai véd egy nagyot, ott a kipattanó, 2-0 Corbé! Beáll a 18 éves fiatalember, 15 másodperccel később pedig gólt lő, és ezzel eldől minden. Eddig sem volt nagyon kérdés, de most már egészen biztos, a Diósgyőr bennmarad az élvonalban, megint csak. Ha nem az első meccse, akkor módosítok, az első gólja Corbé Kristófnak az OTP Bankligában. Jó érzékkel cserélt Fernando Fernández. Jó, ez az indítás Prosser felé, aki le tudja rázni magáról Risztevskit, ezt még védi Banai. A kipattanóra azonban Corbé érkezik, és nagyon-nagyon higgadtan. Nem kibombázza a stadionba, hanem belsővel, laposan, okosan bepasszolja az üresen hagyott bal sarokba. Ez nagyon szép gól volt Corbétól.